A Tamási Koncert fúvós zenekar története 1962-ben indult, mikor néhány tamási polgár elhatározta, hogy létrehoz egy akkor még ritkaság számba menő úttörő zenekart. Nyilvánvalóan itt az elmúlt évtizedekben elég sok változáson ment keresztül. A legutolsó egy nagyobb változás az 3 évvel ezelőtt volt, amikor átvettem a zenekarnak a vezetését, és minden ilyen változás, kicsit azért úgy megviseli a zenekart, nem annyira az ökkönömentes, tehát mindig kell egy átállási időszak, amire szükség van. Úgyhogy szerintem ennek az időszaknak most már ugye a végén járunk, igaz, a koronavírus az nem jött jókor, de igyekszünk fejlődni és újabb célokat kitűzni magunk elé. Az elvárások azért nem kicsik, úgyhogy általában a városvezetés, illetve a művelődési központ is és mindig rendszeresen felkér minket, hogy a városi rendezvényeken részt vegyünk, és egyébként nagyon szívesen részt is veszünk, meg el kell mondjam, hogy hazai közönség előtt mindig nagyon szép dolog játszani nekünk is. Úgyhogy ilyen szempontból élvezzük a hazai közönség bizalmát. Nagyon fontos megemlíteni, hogy itt az elmúlt, azt mondom, hogy 3 évtizedben elég magasra került azért a mérce Alkovics Gábor munkássága alatt. Tehát nagyon sok elismerést, illetve versenyeredményt, versenydíjat bezsebelt a zenekar, illetve nagyon, nagyon magas szintre jutott, amit igazából én azt gondolom, hogy kötelességünk lenne, illetve kötelességünk is, hogy tartsuk ezt a szintet, és nyilván emiatt az elvárások is elég nagyok. Úgyhogy ilyen szempontból van rajtunk nyomás, meg nyilván vezetőként rajtam is. De azt gondolom, hogy próbálunk helytállni. Nyilván minden szituáció, meg minden időszak más. És ahogy említettem, azért itt a vírus helyzet is beleszólt a dolgokba. De azt gondolom, hogy tehát olyan erősnek érzem a társaságot, hogy szerintem bármilyen szituációból talpra tudunk állni, és újra tudunk táplálkozni, és újra-újra meg tudjuk ütni azt a szintet, amit mi és a közönség is szeretnének. Az amatőr fúvózene népszerűsítésében végzett kiemelkedőt kulturális tevékenységért 2013-ban Csokonai Vitéz Mihály díjat kapott a zenekar. Magyarországi fúvózené élet mögött van egy szövetség, Magyar Fúvózenekari Szövetségnek hívják, amelynek nyilván vannak vezetői, regionális szinten is vannak különböző vezetők, akik figyelik a munkásságunkat, illetve ugye országos szinten is vannak kiírva különböző versenyek, például idén-nyáron is. Hát egyébként pont majd a fúvós fiesta idejében lesz Sárváron szoktak megrendezni egy elég nívós országos versenyt. Tehát ezekre nyilván úgy kell jelentkezni, aztán fel kell készülni rá, aztán nyilván ez egy nagyon klasszikus módon működik. Mikor 50 éves volt a fúvózenekar, vagy 55 éves volt a fúvózenekar, minden ilyen alkalomkor csináltunk egy ilyen úgynevezett fúvós fiesztát. Ez egy olyan rendezvény, ami egy teljes hétvégét körbeölel, illetve különböző koncertekkel, illetve vetélkedőszerű rendezvényekkel készülünk. Ez idén sem lesz máshogy. Dátumunk már van, tehát 2022. július 1-én, 2-án és 3-án szeretnénk ezt megrendezni, és egyébként pont a héten ülünk le a zenekarnak a vezetőségével kicsit megtervezni a programot, illetve hogy mit szeretnénk. Nyilván elképzelések már vannak, a forrásnak nagy része megvan, a kis részét még elő kell teremteni. Az mindenféleképpen terve van, hogy egy-két fúvózenekart meg szeretnénk hívni, tehát akikkel együtt tudjuk ünnepelni a mi évfordulónkat. Azt még nem árulom el, hogy melyikek lesznek ezek, elképzelések már ezzel kapcsolatosan is vannak, illetve a Tamási Koncert fúvózenekarnak is lesz ezen a hétvégén 2 fellépése. Szeretnénk majd a szombat estére, ami ugye talán azt mondhatjuk, hogy a hétvégének ugye a középpontja, egy olyan kicsit nevesebb előadót meghívni a városunkba, ami így felpesdíteni az egész
városnak az érdeklődését, úgyhogy elég nagyszabású rendezvényre készülünk. A kezdet-kezdetén volt időszak, mikor csak 12-en muzsikáltak a zenekarban, de még így is sikerült megőrizni az együttest, noha a tagok száma azóta is változó. Az elmúlt 1-2 év alatt azért volt lemorzsolódás. Azt gondolom, hogy az emberek kicsit ugye el is szoktak attól, hogy próbára járnak, hogy közösségbe járnak, vagy lehet, hogy egy kicsit fel is értékelődött az, hogy inkább most máshova mennek, lehet, hogy kicsit több időt töltenének esetleg a családdal vagy barátokkal. Biztos, hogy nagyon sokrétű ez a probléma. Emiatt vannak kiesőink, viszont a jó hír az, hogy mindig vannak új fiatalok, akiket be tudunk vonni a zenekarba. Úgyhogy igazából a kérdésre válaszolva azt tudom mondani, hogy most az állandó létszám, amit a zenekar tud képviselni, az egy ilyen 30 fő. Reményeim szerint a Fúvós Fiesztára, ami nekünk most egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kicsit megint összerázzuk a csapatot. A városban működő zeneiskola diákjai közül sokan kerülnek be a Koncertfúvós zenekar tagjai közé. 98%-ban ez a merítési terület. Tehát ugye itt látjuk azt, hogy melyek azok a fiatal amatőr művészek, akik esetleg úgy gondoljuk, hogy erősíthetik a fúvószenekart, illetve helyt tudnak állni. Meg az is egy szempont, hogy aztán hosszú távon helyt tudjanak állni. Ehhez azért ugye nem csak zeneileg, hanem ugye emberileg is készen kell állni. 2020. februárjában, még amikor igazán kitört volna Magyarországon a koronavírus járvány, akkor úgy éreztem, tehát voltunk Prágában egy nemzetközi versenyen, ahol elég szép eredményt értünk el, akkor úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon jól összekovácsolódott a csapat. Igazából nem is azt mondom, hogy itt arról az a legfontosabb, hogy zeneileg összekovács, szakmailag összekovácsolódott, hanem az, hogy úgy, mint társaság. Tehát ez a zenekar pár évvel ezelőtt kiérdemelt egy bizonyos csokonai díjat, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy olyan közösséget alkot ez a zenekar, ami méltó erre a díjra. És igazából nekem az az álmom, hogy ez a közösség ez így fennmaradjon, illetve újra elérjük azt a szintet, amit akkor Prágában elértünk. Nekem ez az álmom.